VIP kerékpár túra a Tiszatónál, hosszú távú megoldás, öntözés, megújul a zöldséges piac, a digitális tanítás jövőben is része lehet az oktatásnak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. július 2-án 18 óra 5 perckor. Igazi nyári meleg fogadta a VIP Tiszató kerülő kerékpártúra résztvevőit. A Tiszató napja programsorozat helyett került sor a vidám hangulatú, figyelemfelhívó megmozdulásra. Sokan pattantak nyeregbe, hogy idén is megtegyék a 67 kilométeres távolságot. Így néz ki a magasból, ha több tucatnyian egyszerre tekernek át a tiszatavi kerékpáros hidak egyikén, ezeknek köszönhetően zárult be a biciklis kör a tó körül. Magyarország leglátványosabb kerékpáros infrastruktúrája ez a Poroszló-Tiszafüred között átadott kerékpárút, hiszen 4 híd található rajta, és ezek a hidak elég látványosak, hiszen maguk a közúti hidak is sokkal szebbek lettek tőle. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon rövid időn belül az évi 100 000 kerékpárost el fogjuk érni. A tiszatavi kerékpárút ezzel nem csak szebb, de biztonságosabb is lett, hiszen mostantól nem kell a 33-as főúton tekerniük 1 métert sem a bringásoknak. Itt a Tiszatón gyakorlatilag emelkedők nélkül, viszont végig a koronagáton megy a kerékpárút, és a befejező szakasz az elkészült, most már birtokba vehették a kerékpárosok ezt a 7 kilométert, és így gyakorlatilag körbe zárult a tó, autómentesen körbe lehet tekerni. Eddig is népszerű kerékpáros turisztikai célpont volt a Tiszató, tavaly több mint 50 000 karikázták körbe. A bicikliző vendégek biztonságára a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság 4 kerékpáros rendőre is vigyáz az idegenforgalmi szezonban. Hubai Imre Csaba, gazdaköri elnök szerint az elmúlt napokban lehullott csapadék jókor jött a vetésre, de a végleges megoldást az öntözőrendszer kiépítése jelentheti a gazdák számára. Bár a lehullott csapadék mennyisége messze nem éri el a több éves átlagot, de mentő szerepe volt a nagy szárazságban. 240 mm-ig hullott a térségben csapadék, ami hasznos az őszi gabonafélékre, takarmányfélékre és a tavaszi vetésre. Kukorica, napraforgó, borsó, bükköny. A 2 mm-től 40 mm-ig hullott itt a térségben csapadék. A 40 mm az már nagyon hasznos az őszi gabonafélékre, az őszi növényekre, takarmányfélékre és hát a tavaszi vetésű növényekre, a zabra, kukoricára, napraforgóra, borsóra, bükönyfélékre, tehát minden olyan tavasszal elvetett növényre, ami tulajdonképpen a tavasz időszakban történik a vetése, illetve hát a növényápolási munka folyamatai. A csapadék mennyisége nagyon szórt. A gazdatársadalom részéről az öntözési igény nagy a Nagykunságban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza 2-es megépülése óta Európa legtisztább folyója áll rendelkezésre. De további beruházások szükségesek ahhoz, hogy minden gazda területén megfelelő mennyiségű víz legyen. Ehhez alakulnak gazdaszövetkezetek öntözés szervezésére. A műszaki technikai háttér lehetővé teszi, hogy a megyében a valamikori közel 10 000 hektárnyi öntözött terület legyen. Itt a Nagykunságban, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Közép-Tisza vidékén nagy hagyományai vannak a öntözésnek. A Tisza 2 megépülésével, illetve a víztározó megépülésével, ami 1974-ben történt, azóta mindig a Európa legjobb víztestje áll rendelkezésünkre, a Tisza Európa legtisztább folyója, tehát gyakorlatilag a vízlépcsővel eljutatott, gravitációsan eljutatott víz az rendelkezésre áll, de további beruházások szükséges ahhoz, hogy minden gazdatársadalom részére megfelelő mennyiségű víz legyen, és alakulnak a gazdaszövetkezetek, amelyek az öntözésre szerveződnek, illetve a műszaki technikai háttér lehetővé teszi azt, hogy a megyébe a már valamikor közel 100 000 hektárnyi öntöző területnek a hatása, illetve annak a alkalmazása visszatérjen. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időben a tervezések kapcsán a főműcsatornák üzembe helyezésével az öntözés mindenféle öntözővíz, belvíz, kétértő csatornák rendezésével és a gazdák tervezésével összhangban ez az öntözési program
az elkövetkező 5-10 évben meg tud valósulni. Az öntözési programhoz szükséges kormányzati akarat, pályázati lehetőségek rendelkezésre állnak, de kell, hogy az állami csatornák is funkcióképesek legyenek. Öntözés mindenképpen szükséges a hibrid kukorica vetőmag előállítása, a borsó, a csemege kukorica, a kertészeti növények, illetve vízigényes zöldségek, gyümölcsök esetében. Ehhez nagyon szükséges az, hogy a kormányzat részéről azok a feltételek, azok a pályázati lehetőségek rendelkezésre álljanak, illetve a főmű csatornák, ami tulajdonképpen az állami csatornákat jelenti, azok funkcióképesek legyenek, el tudják vinni a vizeket azokra a helyekre, ahol a gazdák a tábláikra kiutatják a vizet, és egyrészt hozammentés, másrészt meg a technológia szerinti alkalmazás lehetővé válik. A legfontosabb növények, amelyeknek az öntözése mindenképpen szükséges, a hibrid kukorica vetőmag előállítás, a borsó, a csemege kukorica, kertészeti növények, illetve olyan zöldségnövények, gyümölcsök, amelyek vízigényesek, de általánosságban elmondható, hogy a hozammentés, amikor nagy a száj van, alapvető feladat, illetve a hozamnövelés, mert a öntöző területeken a technológia lehetővé teszi a száraz művelésnek a terméseredménynek a kétszeresét, háromszorosát is. Ezek a törekvések nagyon fontosak, a mezőgazdaság eltartó képessége szempontjából is nagyon fontos, versenyképessége szempontjából is nagyon fontos. És gyakorlatilag a megye olyan kitörési pontját jelenti az öntözés, a kertészkedés, ami szorosan összefügg, a vetőmagtermesztés, ami a idegenforgalomban is van, és az út építés, illetve az út hálózat fejlesztésével. Tehát egy komplett, magasabb színvonalú fejlesztés azért függ az öntözéstől is, mert az öntözés a termés biztonságot jelent. Egy olyan lehetőséget, ami a gazdatársadalom részére az intenzívebb, egységi területen nagyobb termelési értéket előállító kultúráknak a biztos megélhetését jelentik. A versenyképesség szempontjából is nagyon fontos az öntözés, ami áttételesen összefügg a gazdaság egyéb ágazataival, idegenforgalom, útépítés, úthálózat fejlesztés, arról nem is beszélve, hogy az öntözés termésbiztonságot jelent a gazdatársadalom részére. A kormányzati hatások most kezdenek érvényesülni az öntözés fejlesztésben. Vélt a szakember. Új helyre költözött a zöldségpiac, amelynek a helyét lezárták. Miért volt erre szükség, kérdeztük Molnár Páltól, a Városgondnokság igazgatójától. A régi zöldségpiac felújítás alatt van. A héten adták át a területet a vállalkozónak. Az önkormányzat 100 millió forint összegű pályázatból újítja fel a területet. Felülről fedett, zárt, oldalról nyitott asztalokkal ellátott kulturált zöldséges piacot alakítanak ki november végéig. Át kellett költöztetnünk a régi zöldségpiacot, amely most felújítás alatt áll. Tegnapi nap adtuk át a vállalkozónak a területet, abból a célból, hogy az önkormányzat által megnyert és közbeszereztetett 100 millió forintos keretösszegű pályázatból egy felülről fedett és zárt, oldalról nyitott, asztalokkal ellátott új kulturált zöldséges piacot tudjunk kialakítani. November végéig be kell fejezni a beruházást, addig át kell, hogy adásra kerüljön a új zöldséges piac. Abból a szempontból nem fogja érinteni, hogy az árusítás novembertől ezen a helyen fog ugyanúgy folytatódni, mint ahogy eddig is itt zajlott. Nagy átalakításokat nem akarunk a magában az árusítás struktúrában végrehajtani. A virágpiac jellegi helyén, ahol most a zöldségpiac működik, ugyanúgy visszakerül a virágpiac, majd itt pedig a felújítás után a zöldséges piac veszi át a helyet. Azt követően költözik vissza ide a zöldséges piac, és az ideiglenes helyéről pedig a virágpiac is visszakerül majd a megszokott helyére. A felújítás után kicsit több árusító asztal lesz, és a felett oldalról nyitott épület az időjárás viszontagságaitól is megvédi az árusokat, vásárlókat. Mennyiségileg nem lesz nagy eltérés a kettő között, egy picit nagyobb lesz a új piacnak a asztal mennyisége. Nem ezzel volt a probléma, azzal volt a probléma, hogy egy elavult, korszerűtlen asztalrendszer volt már, itt nyitott volt a időjárási szontagságinak, ki voltak téve mind az árusok, mind pedig a vásárlók. Tehát minőségében és kultúrájában fog nagyon-nagyon sokat változni.
Természetesen a fényt át fogja ereszteni ez a tetőszerkezet, világítást nem azt kívánunk belerakni, ahhoz pedig, hogy jól lássák a termékeket, magát a elárzsítást is világos körülmények között menjen, nem szabad olyan zárt rendszerré tenni, hogy ne lehessen jól látni. Az önkormányzat figyeli az újabb pályázati kiírásokat, mert a világpiacot és belső piaci részen található nyitott árusító részeket is szeretnék lefedni. Figyelj természetesen a pályázatokat, mert a belső piaci részen található nyitott árusító részek tekintetében is az elárusítók és a vevők megkerestek már bennünket több ízben, hogy jó lenne azt is lefedni. Figyeljük a pályázatokat, mint ahogy most is figyeltük, erre a zöldségpiac lefedésére volt most pályázat, éltünk a pályázat adta lehetőséggel, de természetesen ez nem az utolsó, szeretnénk folytatni, valamint szeretnénk majd a vásárcsarnok zárt épületének a felújítását is folytatni. A veszélyhelyzetben már alkalmazott digitális munkarend a jövőben is a része lehet az iskolai oktatásnak. Ezt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága által elfogadott módosítás is tartalmazza. A Nemzeti Köznevelési Törvény változtatása értelmében a tanév bizonyos időszakában vagy valamilyen speciális esetben miniszteri rendelet tenné lehetővé a digitális tanítást. A szabályozás egyetlen esetben sem írná elő kötelezően azt, csupán lehetőséget adna arra garanciális szabályok beépítésével és jellemzően három esetben. Egyrészt a május-júniusi érettségi vizsgai időszakot megelőző két hétben a végzősök számára abban az időszakban, amikor az önálló felkészülés nagyobb hangsúlyt kap. A szombatra áthelyezett munkanapokon is lehetőség nyílna a digitális oktatásra, de olyan viszmajor helyzetekben is, amikor az intézményvezető akár rendkívüli szünetet is elrendelne, például azért, mert az iskola épülete használhatatlanná válik. A változtatás értelmében a digitális tanrend idején is iskolai felügyeletet kell biztosítani azoknak, akik nem tudnak otthon maradni, azoknak pedig, akinek nincs számítógépe vagy internet elérése, az iskola ad eszközt vagy iskolai gépek használata teszi lehetővé számukra. Jövőben várhatóan önkéntesen részt vehetnek a pedagógus minősítésben, vagyis címzetes fokozatot szerezhetnek azok is, akik számára az előmeneteli rendszer nem kötelező, például a szakképzésben vagy egyházi intézményekben oktatók. A második módosítás értelmében kizárólag szándékos bűncselekmény elkövetése esetén szüntetnék az iskoláztatási támogatást 12 éves kor felettiek esetében egy éven át. Az eredeti előterjesztés minden bűncselekmény típusra kimondottan ezt, így a fiatal által gondotlanságból elkövetett bűncselekményekre is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!